Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos. További magyar hangok. Buzsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Petár Adrien. Összetört szívek. Szabadon távozhat. Ayşe Sancakzade ejtette a vádakat. Sancakzade. Kincsem. Drágám. Tündérem. Gyere ide. Kislányom. Kicsikém. Anya. Drágám. Ne haragudjatok rám, sajnálom. Semmi baj. Nyugodj meg, gyönyörű. Amint mindannyian lenyugszunk, mindent átbeszélünk. Menjünk, gyere! Menjünk, harapjunk valamit, már biztos nagyon éhes vagy. Inkább menjünk haza. Üljünk be egy étterembe. Fáradt vagyok hozzá. Itthon is vagyunk, gyere! Jó napot! Jó napot! Örülök, hogy itt vagy, sógornőm. Látom, sokkal jobban vagy. Jobbulást, asszonyom. Szükségük van valamire, Ferit úr? Köszönjük, Kezban, egyelőre semmire. Szervusz, fiam. Neked pedig jobbulást. Köszönöm. Irány az ágy, szigorú pihenés. Már is? Képtelen vagyok ennyit feküdni. Már hogy lennél rá képtelen? Csak úgy fogsz felépülni, ha sokat pihensz. Gyerünk! De jól vagyok, csak ne aggódj! De nem vagy jól. A válladat lövés érte, mi több miattam, nem akacskodj nekem. Keress egy tiszta ruhát, öltözz át szépen, aztán ugrás az ágyba. Jó, de majd megoldom én. Egy szabad karral elég nehéz lesz, engedd meg, hogy segítsek neked. Na látod, már fáj is. Ne erőltesd meg, hadd segítsek. Kérlek. Lehet, hogy jól érzed magad, de olyan makacs vagy, mint egy összvér. Te vagy összvér. Tessék, nem akarok turkálni a cuccaid közt. Mondom, hogy megoldom. Hogy akarsz átöltözni, kell a segítség. Bízd rám. Nem fog menni. Menni fog, ki mennél? Ne legyél már ilyen csökönyös. Nem nézek oda, csak legalább hadd segítsek. Na jó, na jó. Hozok neked egy nagy inget. Azt könnyen fel tudod venni, így jó? Keresek egyet. A hajad rakjuk hátra. Kész is vagyunk. Sokkal jobb. Köszönöm. Szívesen máskor is. És most már tényleg feküdj le. Ne legyél összvér. Kösz, Ferit. Nem hagyom, hogy elher vagy, kiszegfű. Meg leszünk mi itt. Csak soha ne add fel. Ó. Oh. Halló? Bár te vagy az?
Mondd, Ájse, beszereztél egy pasit? Dehogy, Báha, miből gondolod? Tegnap hívtalak, és egy pasas vette fel. Kérdeztem, hogy hol vagy, de nem válaszolt, inkább gyorsan lerakta. A főnököm lehetett, igen. Biztos ő volt, az a főnököm. Hogy ő veszi fel? Ilyen szoros vele a viszonyod? Valószínűleg csak véletlen volt. Nem hiszem. Van valaki, csak nem mondod el, érzem. Olyan, mintha feleltetnének. Szokj hozzá, egy nap biztos lesz majd egy férfi az életemben. Tényleg azt mondtad, hogy lesz majd egy férfi az életedben? Vagy csak félreértettem? Báha, ezt hagyjuk most. Veled mi van? Hogy áll most az ügy? Holnap jön az ügyvédnő. Fatih azt mondja, ő az egyik legjobb. Ájse, mondd, mennyit fizettél érte? Remélem, holnap jó hírekre ébredünk. Honnan szereztél ennyi pénzt? Milyen munkát vállaltál? Báha, ne kezd megint kérdezősködni, jól vagyok, ennyi legyen elég. Kihozlak honnan? Ezt megígérhetem. És tavasszal majd meghívlak egy fish and chipsre Eminönüben. Messze van még a tavasz, Ájse. Jó napot! Jó napot, a rendelése. Nyugodtan rakja le oda. Ferit! Egy pillanat. Ejha, virágok. Gyere csak. Mondd, ha Handénak van valaki az életében, akkor mit akar még tőled és Ásétól? Ha még Hande sem tudja, hogy mit akar, akkor én honnan tudhatnám? Ájséért megszakad a szívem. Beleszerettél és feleségül vetted. De ezek nem hagyják, hogy boldogok legyetek. Ne légy negatív. Ájse erősebb nő, mint gondolnád. Anyánknál erősebb nővel még életemben nem találkoztam. És ha anyánk Hande mellett áll, menekülj, és sose néz vissza. Ki lehet az? Bocsánat. Gyere, ígyunk meg egy kávét. Üljünk le. Kezbán! Nehéz ügy. Zűrös. Kezbán néném! Ha anyánk hívja, azonnal jön. Mikor én szólok neki, eltűnik. Kezbán néném! Hande, mi van? Hogy vagy? Aggódom érted. Találkoznunk kell. Ferit! Állj meg! Mi van megint? Mondd, mit keresel te itt? Mindenkinél jobban ismersz engem. Te pontosan tudod, milyen érzések dúlnak bennem. Akkor sem értem. Arra nincs magyarázat, hogy fegyvert ragadsz és lelősz valakit, mert dühös vagy. Csak azért vetemettem erre, mert féltem, hogy elveszítelek. Ne haragudj rám. Bár leállítottam volna a Jámánt aznap az istállóban. Bárcsak. Ne is vittem volna magammal azt a pisztolyt. Nem értek el, hogy mit bántál meg. Ferit, ne menj még. Kérlek, hallgass meg. Emlékszel arra, amikor meglúgtunk a suliból, és kimentünk a tengerpartra? Vagy mikor titokban az Eiffel-toronyban töltöttük az éjszakát? Szép emlékek, amiket együtt, közösen szereztünk. Te és én.
Nem Yaman. Ha Yamanra vágynék, együtt maradtam volna vele. Ha őt szeretném, hozzámentem volna. Ferit, tudnod kell, hogy a fegyvert valójában rácéloztam. Szerinted meg tudtam volna tenni, ha őt szeretem? Én csak téged szeretlek. Te vagy a gyerekkorom. Ne hagyj el, kérlek. Hallod? Ferit, nézz a szemembe. Te már örökre lemondtál kettőnkről. Ha Aishét feleségül vettem, annak nyilván oka van. Én képtelen vagyok rá. Nem tudom eldobni. Ferit! Ezt tedd el. Ha tényleg nincs már esélyünk, akkor dobd el te, mert én képtelen vagyok. Ha véget akarunk vetni ennek, akkor dobd el te. A te gyűrűd, dobd el. Én képtelen vagyok. Ha lemondasz rólunk, akkor tedd meg te. Ha eldobod, ígérem, nem kereslek, és békén hagylak. Csak ne fordulj el tőlem. Legalább maradjunk barátok. Hande. Ferit. Ne okozz csalódást a családodnak. Fogadd el végre. Tudom, hogy még most is engem szeretsz. És be is fogom bizonyítani. Majd meglátod. Miért lepődtél meg? Csak nem Handéra számítottál. Hogy lehetsz ennyire arcátlan, Yaman? Hogy van képed üzengetni Handénak? Így is épp elég bajt okoztál. Megértem, hogy fel van háborodva a Zümrüt néném, de meg tudom magyarázni. Mit? Mit akarsz megmagyarázni? Mi történt köztetek? Ugyan mi történhetett egy magadfajta nincstelen lovász fiú és az én előkelő lányom között? Megértem, hogy dühös. Nem értesz te semmit? Fogalmat sincs az egészről. Nézd! Eddig rendes fiúnak tartottunk, Yaman. Hüsszeinnel elfogadtuk, hogy a lányom barátja vagy. És ami történt, az ennél nem lehet több. Miért ki vagy te? Kinek képzeled magad, hogy rátapadsz a lányomra? Ön is jó tudja, a lovász fia vagyok. Igen? Csak a lovász fia vagy. És ezt jól vésd bele az agyadba. Lehet, hogy csak a lovász fia vagyok, de hogy mit tartogat a jövőnk, hogy kinek kit szánt a sors, azt egyelőre nem tudhatjuk, Zümrüt néném. Ébredj már fel, fiam! Épp ideje lenne visszatérned a rideg valóságba! Ha egy kicsit is ismerné a lányát, pontosan tudná, hogy most is szerelmes belém! Szerelmes? Ezt hogy képzeled? Én azt mondanám, az éhes disznó is makkal álmodik. Egyszer már figyelmeztettelek, de félvárról vetted. Ez most az utolsó figyelmeztetés. Mostantól egyetlen lépés sem tehetsz a lányom felé, világos? Mostantól távol tartod magad Handétól, rá sem nézhetsz! Ne engem fenyegessen, inkább a lányát nevelje meg, mert Hand... Szemtelen! Vigyázz a szádra, fiam! És most szólok utoljára. Soha többé nem merészkedj Hande közelébe! Egy nap még bocsánatot fog kérni a lovász fiától, és Yaman úrnak szólít majd! Yaman úrnak hallja, mert ezt a beszélgetést biztos nem fogom elfelejteni!
Mindenkinél jobban ismersz engem. Te pontosan tudod, milyen érzések dúlnak bennem. Csak azért vetemettem erre, mert féltem, hogy elveszítelek. Ne haragudj rám. Bár leállítottam volna Jamant aznap az istállóban. Bárcsak. Ne is vittem volna magammal azt a pisztolyt. Ha Jamára vágynék, együtt maradtam volna vele. Ha őt szeretném, hozzámentem volna. Én csak téged szeretlek. Ferit. Azt a fegyvert valójában rácéloztam, és ezt te is láttad. Gondolj csak bele. Ferit, hisz te vagy a gyerekkorom. Ne hagyj el, kérlek. Anya. 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 Ayşe, drágám. Rémálmod volt. Gyere, ülj fel egy kicsit. Édné, lassan, óvatosan. Várj, apám. Édné. Jobban vagy? Izzadsz, megszomjaztál? Iszol vizet? Igen, köszönöm. Tessék. Ilyen fiatalon, egyedül. Túl nagy terhet cipeltél a válladon. Minden elismerésem a tiéd. Mindenkinél jobban megérdemled a kényelmes, gondtalan életet. Köszönöm. De nem ebben a kastélyban. Ezzel a pénzzel olyan életed lehet, amilyet csak elképzeltél magadnak. Mostantól akár dolgoznod sem kell. Ha naponta 10 kutyát vinnék le sétálni, és utána minden este beállnék a pult mögé, és hozzáadnám az összegyűjtött borravalót, amit pincérként az étteremben keresek, 36 év alatt sem tudnám megkeresni ezt a pénzt, ez egész biztos. Ha idősebb koromban kapnék nyugdíjat, vennék egy szép házat valami tengerparti városban, de így sem lenne elég. Nem tudná feljebb emelni ezt az összeget? Ez nem lett meg. Ez hogy tetszik? Köszönöm szépen. Tengerparti házam ebből még nem lesz, de azért ezzel már megelégszem. Köszönöm a nagy lelkűségét, Azade asszony. Igazán kedves. De én nem vagyok eladó. Imádom az ilyen jeleneteket a filmekben, végre én is eljátszhattam. De az ilyen sztorik már rég kimentek a divatból. Ezért adnék magának egy jó tanácsot. Ennél sokkal kreatívabbnak kell lennie, Azade asszony. Fogja. Értem. Rendben. Ha ennyire élvezed az emberi játszmákat, akkor játszunk, hercegnőm. De előre szólok, hogy Azade Sanchezade menyének szerepe nem lesz könnyű. Mostantól neked is be kell tartanod a kastély szabályait. Anyám? Ayşe, minden rendben, jól vagy? Kösz, jól, minden oké. Csak beszélgettünk egyet édesanyjáddal. Bejött hozzám, hogy megnézze, jól vagyok-e, aggódott értem. Helyes. Ennek örülök. Ugye nem mondott semmit, amivel felzaklatott? Nem, nincs semmi baj. Csak különös álmaim voltak. Ez minden. Anya, jó estét. Jó estét. Jó estét. Ülj csak le. Müge! Gyere ide!
Oda néz. Az én csodaszép nagy lányom, gyönyörű vagy. Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos, Bozsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Sallai Nóra, Szemenyei János, Kelemen Kata, Pekár Adrien. További magyar hangok. Borbicki Ferenc, Cifra Krisztina, Nyírő Eszter. Magyar szöveg Balázs Tünde, hangmérnök Dudás Marcell, vágó Gulya Sándor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt,